Köszöntöm Önöket! 2012. október 1-ével a Jásznagykun Szolnok megyei rendőr főkapitány Teleki Zoltán rendőr bízta meg 6 hónap időtartamra a karcagi rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátásával. Vendégünk Teleki Zoltán rendőrőr Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm Önt, illetve nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Egy pályázatot írtak ki erre a posztra, az ugye nem titok, hogy négy személy, négy ember adta be a vezetői posztra a pályázatát. Mit kell erről tudnunk, milyen kritériumoknak kellett megfelelnie a győztes pályázónak? Mi volt a kiírás? A pályázati kiírást a Jász Nagypunt Szolnok megyei rendőrfőkapitányság vezetője tette közzé a megyei honlapon, illetve több e, média is foglalkozott ezzel a pályázattal. Az, hogy pontosan hány pályázó volt erre, én nem nyilatkoznék, nem tudom, hogy az információ honnan e, származik. E, én is benyújtottam a saját pályázati anyagom. A többi pályázó anyagát én nem ismerem, e, hogy ők milyen programmal, illetve mivel készültek, azt nem tudom. Én csak a saját e, szakmai programomat e, ismerem, amivel készültem erre a kapitányságvezetői poszt betöltésére. Majd erről a programról is fogunk egy picit részletesebben beszélni. E, beszéljen nekünk magáról, hány éves? 38 éves vagyok, és karcagi születésű vagyok. Hol végezte tanulmányait? Mit kell tudnunk, milyen pályát járt be eddig a posztig? E... Török-Szent Miklóson végeztem mezőgazdasági gépészként a középiskolákat, ott érettségiztem, majd a Gyöngyösi Főiskolán szereztem diplomát agrármérnökként. Ezt követően a civil életben próbáltam érvényre jutni egy darabig, de mivel volt több rendőr is a családban, és vonzódtam a rendőri pályához, így egy ilyen civil kitérő után jelentkeztem itt a Karcagi Rendőrkapitányságra, ahol akkor sikeresen felvettek, és egy rendőszervező tisztátképző képzést követően kezdtem el dolgozni a Karcagi Rendőrkapitányságon 2002-ben. Azóta hogyan alakult a pályája, milyen beosztásokban dolgozott, milyen úgymond milyen ranglétrát járt be, milyen területeken? A kezdetek folyamán, amikor karcagra kerültem, először is a közszeleti szolgálatnál voltam, úgy mondhatom, hogy gyakornok. Egy rövid ideig majd a bűnügyi osztályra kerültem, ahol vizsgálói beosztást töltöttem be. Ezt követem felkérésre a közrendvédelmi alosztályvezető helyettese lettem. 2004-től 2005 nyaráig, 2005 nyarán szintén felkérésre a bűnügyi osztály vizsgálati alosztályát kezdtem el vezetni, mely beosztást 2008 nyaráig töltöttem be. Ezen időszak alatt majdnem egy évig voltam a bűnügyi osztály megbízott vezetője is, az eredeti beosztásom ellátása mellett. Majd 2008 őszén a Jászló Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitánysághoz kerültem, kiemelt főnyomozóként. És idén május 1-ig ott teljesítettem szolgálatot, és a eltávozott rendőrkapitány úr felkérésére, Szitáról ezredes úr kérésére tértem vissza Karcagra, és lettem ismét a bűnöi vezető, vezetője, illetve a kapitányság vezető helyettes. Mely terület volt a kedvence? Elég ö, ö, sok területen dolgozott, melyik áll önhöz a legközelebb, vagy melyik állt önhöz a legközelebb? Mindenképpen ilyen bűnügyi vénájú vagyok egy picit, ez állt hozzám a legközelebb, bár én úgy gondolom, hogy az jó egy parancsoknál, hogyha több szakterületen is megméreti magát, és több szakterületet megismer, főleg ha egy magasabb vezetői beosztásba kerül, jobban rálátása nyílik az egész szervezet működésére, és annak az irányítására. Mi a vonzó a rendőri pályába? Ön elmondta ugye, hogy volt rendőr a családban, de ha esetleg egy fiatal kedvet kapna ahhoz, hogy rendőr legyen, akkor mivel tudná ezt ajánlani? Hát ez egy hivatás, egy életforma. Nyilván a rendszeretete már is kell hozzá, hogy valaki szabálytudó legyen, és hát, hát ez egy izgalmas pálya, tehát én azzal tudnám ajánlani ezt a szakmát, hogy, mindig vannak új feladatok, új kihívások, mindig változik a jogszabályi környezet, változnak a bűnelkövetési módszerek, amihez igazodni kell, reagálni kell a rendőrségnek ezekre a változásokra. Tehát nincs egy állandó, sablonos, leülepedett állóvíz ebben a szakmában, és úgy gondolom, hogy aki szereti a változatosságot, akkor itt megtalálja a számításait. Sokat kell tanulniuk egyébként? Sokat kell képezniük magukat? Természetesen eh, maga eh, kell egy alapképzés, hogy valaki rendőr lehessen. Ez akár tiszt helyettes, akár tiszt. Eh, megvannak erre a megfelelő eh, iskolák, amit eh, ki kell járni. Ezt követően azonban főleg a, a mai felgyorsult világban az állandó jogszabályváltozásokat folyamatosan nyomon kell követni. Eh, tehát azt mondhatom, hogy szinte minden nap tanulunk, minden nap eh, követnünk kell a a jogszabályi változásokat, azokat a gyakorlatban me tudni kell alkalmazni, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy ez egy olyan szakma, ahol megtanultunk valamit, és akkor utána minden ugyanúgy folyik, ahogy meg meg egyszer megtanultuk. Elérkezett az október 1 Hogyan telt az első munkanapja? Elfoglaltál -e már az irodáját? Elfoglaltam az irodám. Október 1 már az első parancsnoki eligazítást a vezető, Irodájából vezényeltem le. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó vezetői kollégáim vannak, szinte mindenkire bátran támaszkodhatok, és büszke vagyok rájuk. Igazából nem egy nagy átmenet volt, hiszen kapitányságvezető helyettesként amikor a kapitány úr tartósan távol volt, illetve szabadságon volt, akkor ugyanúgy irányítottam a kapitányság munkáját, mint ahogy azt elkezdtem tegnap előttől kezdve is. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó személyi állománynyal rendelkezik a karcagi rendőrkapitányság. Ezt mondhatom úgy, mint aki nem csak ezen a kapitányságon dolgozott, hanem egy, egy megyei főkapitányságon is, és rálátása van a kapitányságok munkájára, lelkes becsületes rendőrök dolgoznak a karcagi rendőrkapitányságon, és nagyon jó parancsnokok vannak, akik őket irányítják. Az elmúlt évek során ugye már láttunk itt Karcagon jó néhány rendőri vezetői irányvonalat, hogy ki hogyan szeretné irányítani a karcagi kapitányságot. Itt már jó néhányan elmondták abban a székben, vagy azon a kanapén, ahol most önül. Ön milyen irányvonalat szabott meg magának? Amikor én hazakerültem Karcagra, akkor előtte az akkori kapitányság vezető úrral mi egyeztettünk, és én elmondtam, hogy milyen irányvonalat tudok képviselni, ami nyilván ismerte az előző kapitány úr, ami teljesen egybeesett az ő által elgondoltakkal. Közösen elkezdtük ezt a munkát, aminek úgy gondolom, hogy most már érezhető, kézzelfogható eredménye van. Én semmilyen más változtatást nem kívánok ö, tenni, csak ezt az elkezdett munkát folytatni, Ugyanebben a mederben tartani a kapitányság működését, aminek az egy, egyik fontos szegmense, hogy leg, a leghatározottabban és leg, a jogszabályi keretek között a lehető legnagyobb szigorral lépünk föl minden bűnelkövetővel szemben. Ez, ez a fő mozgató rugója, és megpróbálunk minden egyes jogsértésre azonnal reagálni egyrészt, hogy minél hamarabb felderítésre kerüljön az elkövető személye, és ami főként még motivál bennünket, hogy a sértett kárát meg tudjuk téríteni. Úgy gondolom nem elég az, hogyha valamikor hónapok múlva, hetek múlva egyszer megtaláljuk az elkövetőt, hiszen már lehet, hogy akkor az okozott kárt megtéríteni nem tudjuk, nem találjuk meg az eltulajdonított dolgot, vagy, vagy egyéb értéket. Erre sokkal nagyobb esélyünk van akkor, hogyha az elkövetést követően azonnal mindent megteszünk annak érdekében, hogy hogy felderítésre kerüljön az elkövető, és e, azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy annál jobb érzés nincs, mint mikor visszaadjuk egy sértetnek a, a tőle eltulajdonított dolgokat, hiszen őt nem az érdekli, hogy majd a rendőrség megtalálja az elkövetőt, vagy sem, hanem az, hogy az ő kára megtérüljön. Mm. Ez az egyik e, fő vezérelv, ami, ami vezérel bennünket, a másik pedig, hogy a rendőrséget minél közelebb hozzuk a lakossághoz, minél e, nagyobb óraszámba e, próbálom a karcagi rendőrkapitányság állományát a közszöleteken tartani. E, ennek is megvoltak azok a struktúrális átszervezéseket, megtettük ahhoz, e, hogy ezt e, így létre tudjuk e, hajtani, nem csak Karcagon, hanem a, az egyéb hozzánk tartozó településeken, említhetem itt Kisújszállást, Kunhegyest, Kunnadarast, Beregfürdőt, Kenderest is. Úgy gondolom, hogy ha a rendőr az utcán van, akkor már annak van egy visszatartó ereje, hiszen a bűnelkövető, vagy esetleg jogszabálysértő észlelve a rendőrt, akár csak egy kisebb fokú szabálysértés esetén is, önmaga szünteti meg azt a, a jogellenes állapotot. A másik ebben az esetben nyilván sokkal nagyobb lehetőség, illetve esély van arra, hogy esetleg egy elkövetett bűncselekményt a rendőr észlel hogy tetten éri az elkövetőt, ami szintén a felderítést pozitív irányba befolyásolja. Hogyan látja, ö, csökkente a bűnesetek száma az elmúlt időszakban a karcagi kapitányság illetékességi területén? Magyarul sok munkájuk van-e mostanság? Hát sok munkánk van mindig, de ehhez konkrét adatokat is tudok úgy számszerűsíteni arányaiban, hogy milyen változás következett be, a harmadik negyedévben, 2012-ben a tavalyi év harmadik negyedévéhez képest 40%-kal csökkent a bűnesetek száma. Itt konkrét számot nem mondok, de, de tudom a számokat is. Ezen belül a vagyon elleni bűncselekmények száma 40%-kal csökkent, a betöréses lopások száma 40%-kal csökkent, a lopások száma 38,5%-kal csökkent. Azért ez szép eredmény. E, Igen, és ezzel arányban. E, 10 kal nőtt a nyomozati eredményesség, a tavalyi 40 hoz képest idén harmadik negyedében 50 a nyomozati eredményességünk jelenleg, illetve hát majdnem 10 kal több büntetőeljárás fejeztünk be, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Volt-e valami rendkívüli mostanság, valami nagyobb horderejű bűncselekmény, tehát ami nem betörés, nem lopás, hanem vagy nem tudom, hogy erről lehet-e beszélni, lehet-e ilyen dolgokról beszélnie, vagy ez már a megyei hatáskörbe tartozik? Ezzel kapcsolatosan csak pozitív dolgot tudok elmondani, hogy nem volt. Tehát május végétől, június elejétől kezdve, amikor bizony, mikor ide érkeztem sorra, történtek ilyen nagyobb horderejű események, nem történt ilyen bűneset. Az egész nyár, hál' Istennek, olyan esemény nélkül zajlott, ami kiemelt esemény lett volna. E, nyilván, hogy ez e, a változás beállt, ennek e, ezt egy nagyon nagy munka előzte meg, ami, amit a, ami a kollégáimat dicséri, hiszen e, a nap szinte 24 órájában ők azok, akik e, folyamatosan e, oda téve magukat, ellátják úgy a szolgálatukat, hogy, hogy ez a változás bekövetkezhetett. érkeztek el újabb rendőrök karcagra? Tehát magyarul bővítették-e az állományt, akár végzős rendőrökkel, vagy vannak egy gyakorlatosok mostanság? A nyár folyamán kinevezésre kerültek végzős rendőrök. A megyei főkapitányságnál jelenleg folyik a, az állománytábla módosítása, ezzel kapcsolatosan én nyilatkozni nem tudok. Uh -huh. Nyilván erre a megyei kollégák, az illetékesek és ők tudnak erről tájékoztatást adni. Azt tudom mondani, hogy csökkenni nem csökkent. A... Tehát akkor elképzelhető, hogy bővülni fog a. Ezzel kapcsolatosan a... sem uh -huh. tudok érdeményilatkozni. Jelenleg tenni. hányan vannak? Jelenleg 103 fő a rendőrkapitányság létszáma. És akkor most beszéljünk egy picit a pályázatáról. Mi, milyen Főbb irányelveket, főbb motivumokat tartalmazott ez a pályázat. Ön szerint most melyek a legfontosabb elvégzendő feladatok? A legfontosabb elvégzendő feladataink jön, jönnek, a, jön az évvége, jönnek a, az állami ünnepségek, a megemlékezések, azoknak a rendben történő biztosítása, e, sportrendezvények még vannak nyilván az ősz folyamán. Itt volt a hétvégi napok és egyéb rendezvények, Kunhegyesen Mihány napi sokadalom, ezeknek a megfelelő szinten történő biztosítása, hogy esemény nélkül zaj menjen végbe, menjenek végbe ezek az események. Minden szentek áll előttünk, ami nyilván nagyobb feladatot ró, szintén ismét a rendőrségre, a temetők környékének az őrzése, a védelme, majd jön a karácsony, ahol ugye a nagy bevásárlások idején szintén a jogsértések elszoktak szoktak szaporodni, amit szintén csak a közteleten lévő rendőri erő tud visszaszorítani, illetve megakadályozni. Akkor lesz feladatuk bőven az elkövetkezendő időszakban, is. milyen kapitány szeretne lenni? Az nem az én tisztem megítélni, hogy milyen kapitány vagyok, vagy milyen, az, hogy milyen szeretnék lenni, nyilván van egy az embernek egy elképzelése. Én úgy gondolom, hogy én a szakmaiságot helyezem mindenek elé, aki becsületesen dolgozik, annak ezen a kapitányságon azt nem érheti semmilyen hátrány azzal szemben, aki nem. Szerencsés helyzetben vagyok, mert olyan kollégák vesznek körül, én úgy gondolom, hogy mindenkire szükség van, minden egyes rendőrre, akik tudnak azonosulni ezzel a gondolattal, amit én is képviselek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből nem lehet probléma. Milyen tervei vannak a lakossággal való kapcsolattartást illetően? Több szegmense van folyamatban a lakossággal való kapcsolattartásnak, ami már kezdődik az iskoláknál. Ugye már megpróbáljuk, eh, eh, óvodákba tartunk eh, rende, eh, rendőrség által a prezentációkat. Óvodákban? Már óvodákba is eh, vannak olyan programjaink, ami, amikor már az óvoda elé visszük a, a rendőrséget, hogy közelebb hozzuk magunkhoz. Aztán nyilván az iskolákban, ahol ugye a Szent és Sámuel szakközépiskolában rendészeti képzés is folyik. És hát nyilván eh, azzal lehet az embereket közelebb hozni még magunkhoz, hogyha... Eh, intézkedő rendőr találnak, hogy amikor baj van, segítségért kiállt az ember, akkor, akkor egyből ott van a rendőr, és a segítségére siet, és mindent megtesz annak érdekében, ami nem biztos, hogy bűncselekmény lehet, hogy csak nem érkezett haza valamelyik családtagja, vagy éppen a tegnapi nap volt egy olyan eset, hogy, hogy egy elkeseredett anyuka két gyermekkel mentve az egyik rendőrősre, hogy, hogy ő már nem tud mit tenni, és akkor ő vele mi lesz, és akkor segítettünk egy anya otthonba elhelyezni. Uh -huh. Tehát ö, nem biztos, hogy hogy a rendőrségnek csak a, a bűncselekményeknél vagy a jogszabálysértéseknél van feladata. Érzékenynek kell lenni mindenféle olyan problémára, ami az állampolgárokat érinti. Uh -huh. Fog-e tartani? Úgy gondolom, hogy a rendőrkapitány fogadóra az nem változik, ahogy a szitáró ezredes úrnál,. Ez ki volt írva, ezt ugyanúgy folytatjuk tovább. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. Bemutatkozott, aki még nem ismeri a lakosságnak, és jó munkát kívánunk, eseménytelen napokat. Köszönöm szépen a kapitánság nevében is. És visszavárjuk majd természetesen egy következő interjúra, amikor majd beszámol nekünk a városban zajló eseményekről, fejleményekről. Köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.